Tudták, hogy az építészek csodájára járnak Salgótarján épület együtteseinek? Városunk a modernista építészet egyik európai szinten is unikális példája. A közelmúltban még egy mutatós, fotókkal teli könyv is született róla. Salgótarján építészete a 20. században egy egyedi fejezete a magyar építészettörténetnek. Tulajdonképpen az első olyan, vagy az egyetlen olyan város, ami gyakorlatilag 45-től egészen 1990-ig folyamatában egy egységes városépítészeti terv alapján épült föl, és nem is maradt félbe, illetve nem is módosítottak ezeken a terveken, mint mondjuk Dunaújváros, vagy Várpalota, vagy akár Oroszlány esetében. Tehát tulajdonképpen ez egy befejezett építészeti utópia, és mint ilyen azt is lehet mondani talán, hogy egyedülálló az európai 20. századi építészet történetben, vagy legalábbis biztos, hogy nagyon kevés ilyen van. Salgótarjánban rendszeresen megfordulnak építészek, illetve építészhallgatók. Nem is olyan régen egészen Svájcból érkezett egy csoport a Völgyvárosba. In Salgótarján ist es sehr interessant, dass die Bauten noch im Originalzustand. Nagyon izgalmas Salgótarjánban, hogy még nem tették tönkre ezeket az épületeket további beavatkozásokkal, hanem eredeti állapotukban láthatók. Ezért is érdekes a csoport számára, ezért unikális. Nagyon magas építészeti nívót képviselnek. Ezeket a középületeket fogjuk megnézni. A hotelt, a művelődési házat, az iskolákat és a lakóépületeket, amelyek akkoriban nagyon magas színvonalon készültek el. De hogy mit kell tudni Salgótarján modernista építészeti örökségéről, és mitől olyan különleges, arról a Dornyai Béla múzeum igazgató helyettese mesélt. Salgótarján a magyar urbanisztikában egy különleges színfolt, azt hiszem ezt mondhatjuk, ugyanis ez volt az a város, amelynek a városközpontját teljes egészében úgy építették fel, hogy a korábban meglévő városközpontot, a 19. század végén meglévő eklektikus városközpontot teljesen szanálták, és a helyére a kor neves, majd talán mondhatjuk legnevesebb építésztervezői megálmodhattak egy teljesen új várost. Két közhelyet is szoktak emlegetni Salgótarján központ, mind a kettő alapvetően téves. Az egyik az, hogy szocreál, a Salgótarján városközpontja nem szocreál, hanem modernista, de itt említsük meg, hogy Salgótarjánban egy nagyon gyönyörűen tanulmányozható szocreál városrész is van, itt van tőlünk mindjárt déli irányba, hogy a vásártéri lakótelep, amit ugye 1940-es évek végétől 60-as évek elejéig építettek, és hogy is most említsük meg a másik ilyen közhelyet, amely szintén szoktak mondani, hogy panel, ilyenkor szintén a fejemet tépem, mert ugye köztudomás, hogy Salgótarján központjában egyáltalán nincsen panelépület. Abban az időszakban, 60-as években, amikor elkezdődtek az építkezések, innen szerencsés távolságban voltak a házgyárak, ezért ebből lényegében kimaradt Salgótarján, itt nincsenek panelépület, egészen pontosan 4 panelépülete van Salgótarjának, 3 a Gorkion, azok a 10 emeletesek, meg egy az acélgyári városnegyedben. A központ végleges beépítési tervét Magyar Géza államidíjas, ibldíjas építész hajtotta végre, bevonva a feladatba egyébként Szók Györgyet, ugye a József Attila művelődési központ tervezőjét, illetve Jánosi Györgyet, ugye a Karancsszállónak a tervezőjét, és így alakult ki az a főtéri együttes, amely már 1968-ban elnyerte az építész szakma elismerését, és az első városnak járó hildíjat tehát már 68-ban megkapta. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy Salgótarjánban egyedi túlnyomó többségben, nem kizárólagosan, de túlnyomó többségben, jellegadó módon egyedi tervezésű épületek épültek ebben az időszakban, 60-as, 70-es években. Mind a középületek, mind a lakóépületek. A lakóépületek közül sok, például az erkélyházak, ugye, amit Magyar Géza tervezett, vagy az erkélyházhoz hasonlatos 8 emeletes épületek, amik ugye a templom és a Pécski utca között vannak, ezek ilyen lakóépületek kizárólag Salgótarjánban léteznek. De ugyanezt elmondhatjuk az Arany János utcai épületekről, vagy például ugye tőlem jobbra a Csillagháznak nevezett Finta József által tervezett lakóépületről. Magyar Géza az, aki a legtöbb lakó és középületet tervezte a beépítési tervezett a városba. Emellett ugye Finta József, nemrég elhunyt Finta József nevét kell ugye megemlítenünk, ugye, aki a Pécski üzletházat tervezte, a csillagházakat, és a Nyugati Városközpont is az ő, illetve a tervezői, mondjuk úgy tervezőirodájának a közegéből származó építészek tervezték meg a 80-as években, és ekkor kivitelezték, és mi az érdekes a nyugati városrészben, hogy itt már megjelenik a posztmodern is.
A városnak van egy néhány nagyon jellegzetes épülete, már csak a magassága miatt említsük meg a garzon toronyházakat, ez is Magyar Géza tervezése. Vizuálisan jelöli a várost, nyilván a magassága miatt is. A jobb sorsa érdemes karancszálloda, amely a főtérnek ad egy vizuális jelölés, ugye a művelődési ház, amit ugye József Attiláról neveztek el, sokak szerint ez a főtérnek a fő motívuma. Szokgyörnek ez egyedüli, de annál eklatánsabb, annál jellegzetesebb, kiemelkedő alkotású, beszéljünk még a Pécsi üzletházról. Funkcióját tekintve inkább nevezhető egyfajta plázának, üzletek és szolgáltató egységek egy épületbe való megvalósulásának, mint a korábban hagyományos értelembe vett áruház. Hát ez ebben a szempontból funkcióját tekintve is ez egy újító kezdeményezés volt országosan is annak idején, mikor 68-ban ugye megszületett a Pécsi üzletház. A mögöttünk levő rész a mozi, a múzeum, a később 88-ban átadott városháza, területe pedig az úgynevezett városi fórumnak a tere. Ugye Magyar Géza nevezte ezt így, ezt a szűk területen megépült több középületet, így ugye a főút, a Litke, a 71-ben átadott Litkei elágazó, illetve a vasút között megépült területet, ugye építünk meg a múzeum. Hosszú idők után első kifejezetten múzeumi célra tervezett épület volt, a mozi. Nem véletlenül nevezték filmszínháznak, a óriási méretű filmvászna miatt, ebben az időszakban, 75-ben, amikor átadták, a legnagyobb vetítővászonnal rendelkező mozi filmszínház volt az országban. A könyvtárat annak idején a József Attila művelődési otthonba költöztették, akkor már meglévő megyei könyvtárat, de ezt azért gyorsan a könyvtári kapacitás kinőtte ezt az elhelyezési formát, és hát ugye meg kellett építeni egy teljesen új önálló tervezettség, Finta József által tervezett önálló épületbe az új megyei könyvtárat. 1988-ban adták át, mert a nyugati városrészben ez a leglátványosabb, legszebb, legegyedibb. Salgótarján, tehát egy igazán egyedi építészeti örökséggel rendelkező város, a közhiedelemmel ellentétben gyakorlatilag nincsenek benne panelek, ehelyett rengeteg egyedi tervezésű épület gazdagítja otthonunkat, amelyeket ráadásul csodálatos természeti környezet ölel körbe.